Tisztelt Elder úr, tisztelt döntéshozók! Ivkó Georgina vagyok, 28 éves, gőzlér, azaz elektromos cigaretta használó. 14 éves korom óta rendszeresen dohányoztam, egészen 2011. október 26-áig. Ekkor ismerkedtem meg ezzel az eszközzel. 4 éve még nem örvendett ekkora népszerűségnek, mint napjainkban, és nem is állt rendelkezésre ilyen mennyiségű, hiteles, alátámasztó tanulmány, amely bizonyította volna, hogy a hagyományos cigarettával szemben mennyivel kevésbé ártalmas. Ennek ellenére úgy döntöttem, hogy teszek egy próbát, elvégre mi lehet rosszabb a dohányzásnál. Örömmel tapasztaltam minden jótékony hatását. Nem voltam büdös, sem én, sem a lakásom. Jobb lett a közérzetem, javult az állóképességem, megszűnt a rendszeres köhögés, javultak az érzékszerveim, elkezdtem az ízeket, illatokat intenzívebben érezni. Ezzel egy időben természetesen elkezdett zavarni a dohányfüst szaga, mint minden nem dohányzót. Nem károsítom a körülöttem tartózkodók egészségét, nem zavarok senkit egy füstölgő, büdös cigarettával. Ezzel szemben a mai napig nem találkoztam egyetlen hátrányával sem. A TPER 7404-es törvényjavaslat visszakényszeríteni engem és minden sorstársamat a kiállhatatlan bűzű dohányzó helyekre. Én nem dohányzó vagyok. A nem dohányzók védelme engem is, mint minden e-cigaretta használót megillőt. Nem szeretnék sem aktívan, sem passzívan dohányozni. A törvényjavaslat továbbá ellehetetlenítené a jó minőségű és széles körű választékhoz való hozzáférést és a jelenleg meglévő szakértői segítségnyújtást az eszköz alkatrészeinek és utántöltő folyadékának megvásárlása során. Soha nem voltam híve a fekete piac támogatásának, ezzel a lépéssel azonban megpróbálnak rákényszeríteni. Ezúton kérem, hogy a törvényjavaslatot ne fogadják el, mindaddig, amíg észszerű módosítás nem történik a tartalmát illetően az elektromos cigaretta kapcsán. Köszönöm a figyelmet!